Mai vendégem László Ferenc, akinek Honi Bestiárium 33 portré és pályakép a 20. századi magyar irodalomból című könyvéről fogunk beszélgetni. Szép hosszú cím. Hogyha beírom a nevedet a Google keresőbe, akkor az első találat, amit magától kiír, az, hogy zenetudós. Aztán nemrég egy interjúban azt mondtad, hogy megélhetési kritikus, pályatévesztett történész és szenvedelmes olvasó vagy. Most viszont írtál egy irodalomtörténeti könyvet. Van új öndefiníciód? Nincs öndefinícióm, tulajdonképpen még régi sincs, és el is kell mondanom, hogy a Google keresőben az a zenetudós, az az erdélyi László Ferenc zenetudós. És de te képedet teszi ki hozzá. És az én képemet teszi ki hozzá. Dacára annak, hogy a László Ferenc név nem annyira gyakori, valójában mégis annyira gyakori, hogy dolgoztam együtt lapnál László Ferenccel, és hát a közéletben is van néhány László Ferenc, akik számomra Google keresések alkalmával problémát jelentenek. De hogyha az öndefiníciót kérdezett tőlem, akkor leginkább azt mondom, hogy újságíró vagyok. Ezt bevallom, most már pár év után eljutottam a coming out-nak erre a szintjére, hogy újságírónak valljam magam, és azon túl pedig valóban pályatévesztett történész vagyok, vagyis hogyha egy kicsit jobb lenne részben az unalomtűrő képességem, részben pedig a szorgalmam, akkor történészként fejteném ki remélhetőleg áldásos munkásságomat. Így azonban, hogy mindenféle érdekes dologba belevághatok újságíróként, így leginkább az újságírás az, ami számomra érdekessé tud válni. Akár zenekritikáról van szó, akár operakritikáról van szó, akár mondjuk régi holtíróknak az életművéről. De mondjuk ezt a könyvedet, ami íróknak az életéről szól, kevéssé ismert, vagy elfelejtett, vagy majdnem elfelejtett íróknak az életművéről, ezt újságíróként írtad, egykori történészként, vagy mégiscsak valamiféle irodalomtörténeti munka ez? A teljességgel újságíróként írtam, hiszen ezek az esszék nagy részt, vagy túlnyomó részt a Magyar Narancs Elsőjét Szerzők című sorozatában jelentek meg. Ugye volt egy ilyen sorozat a heti lapnak, és mondjuk annak a sorozatnak a nagyobbik felét én magam róttam össze. Tehát ez par excellence újságírói tevékenység volt, és abból a szempontból elmondható, mondjuk, hogy történeti jellegű munka volt, hogy mondjuk a szokott cikkekhez képest egy nagyobb, részben nagyobb ráfordítás, nagyobb erudíciót igényelő témák voltak ezek, de hát azt hiszem, hogy az irodalomtörténet vagy az irodalomtudomány szavakat mindenképpen messziről kerülném, mert hogy nem vagyok ennek a két cégnek, vagy ennek a közös cégnek a tagja, és azt hiszem, hogy ez részben fogyatékossága a cikkeimnek, a szövegeimnek, részben talán jó esetben egyfajta pozitívuma is ennek a kötetnek, hogy ez nem irodalomtudományi munka. Hát már amennyiben életrajzoknak a feltárása, meg életművekre való rámutatás, az nem irodalomtudomány, akkor igazad van, de egyébként pedig nincsen igazad szerintem, hiszen az irodalommal való foglalkozás azért az irodalomtudomány, hogyha ebben megfelelő munka is van, és azt itt tudom mondani a hallgatóknak, nézőknek, hogy ebben bőséggel van munka. Mi volt a válogatás szempontja túl azon, hogy a Magyar Narancsnak ezt két hetente vagy hetente le kellett szállítanod? Például miért elsősorban prózaírók vannak benne? Ennek több oka van. Az egyik az, hogy nyilván bennem nagyobb az affinitás a próza iránt. Másrészt ezek az esszék azért elég erősen szólnak a történelemről és a korabeli valóságról, és miközben nyilvánvaló, hogy a magyar líra az magasabb színvonalú, mint a magyar próza a 20. században is, azért a történelem és a korabeli valóság sokkal direktebben tudott megnyilvánulni adott esetben írói művekben, prózaírói életművekben, másrészt pedig prózaírói életutakban. Ugye egy költőnek az életútja, gondoljunk Vörös Sándorra, persze fölmutat bizonyos történelmi csomópontokat, de sokkal nehezebben elmondható vele egy kornak a története, mint mondjuk akár Illyés Gyulának, bár őt nem írtam meg, dacára annak, hogy egyébként lassan őt is bevehetjük egyfajta félig meddig elfeledett írói státuszba. Ez így van. Egyébként az állításoddal nagyon szívesen vitatkoznék mind a két részével, de akkor valami másról beszélgetnék. Talán egyszer megtesszük, mert szerintem egy költő életéből is pontosan ugyanúgy kitapogatható az a történeti környezet vagy háttér, és talán Vörös Sándor valóban az egyetlen kivétel, tehát nem véletlen, hogy rámutattál. Szóval nagyon különböző írók vannak ebben a könyvben, és ugye a szempont, amit ígér a cím, meg a hozzáírott fülszöveg, hogy elfeledett szerzőkkel van dolga az olvasónak, de Tehát az elfeledtetés szerint is nagyon különbözőek. Ugye Fehér Klára, Zilaki Lajos, vagy akár Karinthy Ferenc a maga idejében kifejezetten népszerű írók voltak, ma nem azok, ez tény. De hogy mondjuk Határ Győző köteteit 30 évvel ezelőtt sem tömegek vásárolták, és nem hiszem, hogy ma kevésbé lenne elfeledett, vagy kevésbé koncentrálnának rá az olvasók, mint életében. Bánffy Miklóst egyszer már elfelejtették, de most éppen mintha valamiféle reneszánsza lenne. Móra Ferenc kötelező olvasmány, Herceg Ferenc most lett az. Szóval mi köti őket össze? Én arra törekedtem annak idején, amikor a Magyar Narancs számára tettem ajánlatokat, hogy kikről írnék, és amikor ezt a kötetet összeállítottuk, akkor is arra törekedtem, hogy egészen különböző kategóriák legyenek. Legyenek olyanok, akik valójában titkos nagyírók. Számomra például Határ Győző egy titkos nagyíró, akit sokkal több embernek kéne olvasnia, és sokkal nagyon jót tenne az irodalom képünknek, hogyha bele tudnánk helyezni Határ Győzőt, akár a filozófiai készültsége okán, akár a humorérzéke okán, akár a műfajokkal való egészen merész kísérletezései okán. Aztán vannak olyanok, akiknek a nevét tudjuk, és adott esetben akár kötelező olvasmányaik is vannak tőle, de az életművüknek csak egy igen kicsi hányadát szoktuk elolvasni. Ugye Móra Ferencet említetted, és hát Móra Ferencet aztán tényleg azt gondoljuk, hogy mindenki egy bizonyos iskolai osztály fölött legalább egy művével mindenki megismerkedett, sőt, adott esetben még egy-kettőt mellé is olvasott. De hogyha jobban megnézzük, akkor Mórának az egész életművéből nagyon keveset ismerünk, és amit ismerni vélünk, sokszor az is téves. Tehát például nagyon sokan a Hannibal tanár úr alapján, mint film alapján gondolják azt, hogy ismerik Mórának vonatkozó művét, dacára, hogy az ő művében Nyúl Béla nem hal meg, és nem Nyúl Bélának hívják. Tehát, hogy amikor azt gondoljuk egy sor íróval kapcsolatban, egy sor művel kapcsolatban, hogy ismerjük, akkor jobb lenne azért levenni magukat a köteteket a polcról, és megnézni, mielőtt azt gondoljuk, hogy valóban ismerjük őket. És aztán vannak olyan írók, akik mondjuk így a középfajú írók, vagy a középnagyságrendű írók, akik egy időszakban nagyon népszerűek voltak, akár a személyiségük okán, akár az életművük okán, akár mindkettő okán. Mondjuk Abodi Bélánál mondjuk valószínűleg a személyiség érdekesebb, mint az életmű, amit kifejtett. Másoknak kevésbé érdekesebb a személyisége, de az életmű az jelentékeny. És aztán vannak olyan írók, akiket tulajdonképpen úgy tudnék megjelölni, mint méltán elfeledett írók, de ezt a méltánt rögtön vissza is vonom, mert hogy majdnem minden írói életmű érdemes a figyelemre, a rossz írók életműve is, mert hogyha meg akarunk tudni valamit egy korról, most mondjuk egy polgári vagy éppen elvtársi attitűdről, akkor ahhoz sokszor a rossz életművek segítenek hozzá minket a legkönnyebben. Mert olyan nagy életművek és a nagy művek, azok egy kicsit a koruk fölött lebegnek. De a középes művek, és pláne a gyenge művek, azok mindig nagyon benne vannak a korban, úgyhogy ha valakiben van történeti érdeklődés, már pedig hát tudjuk jól, hogy van a legtöbbünkben, ezzel meg vagyunk áldva és verve, akkor jó levennünk a polcról mondjuk, vagy a legszörnyűbbeket mondom, mondjuk egy Pekár Gyulát, vagy mondjuk egy Kovai Lőrincet, hogy megtudjuk, hogy egy adott pillanatban mondjuk egy szűk látókörrel rendelkező szerző hogyan képzelte el, hogy divatosat, trendit, fontosat ír, ami szól a saját korának. Most ugye két olyan szerzőt mondtál, akiknek ha most a kezünkbe veszük a műveit, akkor tényleg azt gondoljuk, hogy hát nem voltak olyan jelentősek olykor méltán. Bár egyébként Pekár Gyulának vannak kifejezetten szórakoztató művei. Máskor viszont szándékoltan nagy írókra akarod felhívni a figyelmet. Hogy szerinted mitől válik valaki nagy íróvá? Pusztán az esztétikai minőség, vagy egyszerűen úgy alakul a kánon, vagy kiveti a kor? Tehát, hogy a véletlennek mi itt a szerepe? Mert itt mondjuk az, hogy nem határgyőzőről beszélgetünk egy irodalmi műsorban, hanem, ha még van ilyen, hanem más kortársáról, annak mi az oka? Az életrajz, a körülmények, vagy egyszerűen a véletlen? Hát ez egy nagyon sok tételes, vagy nagyon sok összetevős képlet, és nyilvánvalóan van benne egy olyan mozzanat, hogy kivel kapcsolatban merül fel már a kortársakban, és pláne a közvetlen utókorban, hogy ő neki benne kell lennie a kánonban. És ennek vannak mondjuk így az irodalmi műveken kívüli irodalomszociológiai összetevői is, tehát például kinek vannak tanítványai, kinek vannak követői. És számomra egyébként azért is volt érdekes, mondjuk például a szocializmus korának ezzel a elfelejtett másfél nemzedékével foglalkozni, mert ugye velük egyáltalán nem foglalkozik a saját irodalmi utókoruk. Tehát például ugye senki nem hivatkozik ma a magyar irodalomban valójában már Karinthy Ferencre sem. Pedig Karinthy Ferenc egy igen jó prózaíró volt, és érdemes lenne vele foglalkozunk. És azt gondolom, hogyha azt akarjuk, hogy a magyar irodalomnak legyen egyfajta folyamatossága, akkor nézben nekünk olvasóknak, akiknek nincsenek szép irodalmi ambícióink. Fontos, hogy időről időre kapcsolatot építsünk ki, mondjuk így a szüleink és a nagyszüleink könyvespolcaival. Ezek a könyvespolcok részben még a lakáson belül találhatók meg, részben kitelepültek ilyen könyves szekerekre, de ezek nagyon gyorsan beszerezhető könyvek. Részben pedig maguk az írók is valamiféle kapcsolatot építsenek ki, nem csak Eszterházi Péterrel, nem csak Ottlik Gézával, hanem mindazokkal, vagy Hajnóci Péterrel, hanem azokkal is, akik ott voltak ezek körül, talán nem olyan nagy írók, sőt, biztosan nem olyan nagy írók, mint mondjuk Ottlik Géza vagy Eszterházi Péter, de mégis az irodalom folytonosságához ők is hozzátették a magukét. Én azt érzékem, hogy olykor ez azért annyira véletlenem múlik, tehát hogy ők Csáth Gézát egyszer már elfelejtették, és hogyha nem kerülnek elő a 70-es években a naplói, meg nem válik köztudattá, hogy drogokkal élt, meg megölte a feleségét, akkor ugyanúgy elfelejtettük volna, mint a számos kortársát, akik ugyanolyan kiváló novellisták voltak. Vagy hogyha Petőfi Sándor nem mondja egy véletlen napon, hogy Arany és Petőfi mellett Tompa Mihály a harmadik nagy triumvír, akkor, és egy hét múlva meg összevesztek, tehát soha többé nem említette meg, és akkor mondhatta volna, nem tudom én, Kerényi Frigyest, vagy Garai Jánost, és akkor Garai Jánosról lenne elnevezve 300 utca Magyarországon, nem Tompáról. Tehát, hogy valóban néha nagyon irodalmon kívüli körülmények határozzák meg, hogy ki az, aki megmarad az emlékezetben, meg ki nem. Mit kell tennünk ahhoz, hogy mégiscsak megtaláljuk ezeket az elfeledett értékeket? Tehát például te hogy bukkansz rá ezekre az írókra? Olyan érdekeseket mondtál, hogy igazából most nem is erre fogok reagálni, mert sokkal érdekesebbnek tűnt menet közben az, hogy itt van például Tompa. Ugye őt tanítják. Ma már nem. De legalábbis mi még tanultuk. Mi még tanultuk, most már nem tanuljuk. És valóban formálisan ő benne van a kánonban. De valójában mit jelent ez, hogy benne van? Címek szintjén, vagy sőt, versorok. Egy verset, és abból az egy versorból... Talán kettőt. Jó, maximum kettő, legyen kettő. Szívet cseréljen az ki, hazát cserél, meg mint oldott kével. Igen, tényleg, valóban, igen, akkor ez a kettő velem fiaim, lehet. Csak énekeltek, tessék, három. De azért, mert ezeket a nagyapáink tudták, ezeket a verseket, és a mondatokat vicces formában, aztán parodizálva hallottuk tőlük. De ebben egyúttal az is benne van, hogy az, hogy valaki úgymond benne van a kánonban, az ma már nagyon keveset jelent. Adott esetben édes keveset jelent. Hát attól függ, mi a kánon. És a másik pedig az, és itt most mondjuk így kánonrombolóként lépnék föl, nincs szükségünk ilyen szempontból kánonra. Az olvasás egy intim, személyes tevékenység. Volt a középkorban egy időszak, amikor még emberek felolvastak egymásnak, amikor az írás, olvasás az egy auditív műfaj volt. Nagyon régóta nem auditív műfaj az olvasás. Ott vagyunk egy szobában, vagy kint a kertben, és olvasunk magunknak. Mi szükségünk van ehhez olyasfajta külső megerősítésükre? Nekünk nincsen szükségünk felettesére. Hát, hogy nyúlsz, hogy találod meg a könyvet? A kánon az akkor is van. Ezt befejezem, és akkor mindjárt. Tehát ahogy ma mindenki személyes tracklisteket hallgat, és megvannak azok a sorozatok, amikhez már nem kér külső választást, hogy mit nézzen meg a Netflix-től, és mindenkinek vannak egészen obskurus választásai is. Dán néma filmeket néz, vagy kóreai sorozatokat, vagy bármik a kóreai sorozatokat, az egy bizonyos szempontból kánon ma már. Ugyanígy vagyunk az olvasással is, vagy ugyanígy kellene lennünk az olvasással is, már csak azért is, mert a zenéhez és a sorozatnézéshez hasonlóan az olvasás is végtelenül szórakoztató dolog. Akkor is, hogyha vitában állunk egy könyvvel. És akkor igazából az én ambícióm az az, hogy keressünk olyan könyveket, amikkel kialakíthatunk egyfajta vitázó helyzetet. És ezek a szerzők, akikről ebben a kötetben írtam, egy tömeg olyan munkát állítottak elő, amiket részben tudunk mosolyogni, részben tudjuk a fejünket csóválni közben, részben oda esetben akár szentségelhetünk is, amikor olvassuk, hogy mondjuk Eszterházi Lajos mit írt, vagy hogy Pekár Gyula mit írt egy adott pillanatban, de ettől még a dolognak az élvezeti értéke valójában nem csökken, mert hiszen folyamatosan bent vagyunk egy áramban. És akkor most válaszolok arra a kérdést, amit valójában föltettél, hogy én magam hogyan választok. Én magam alapvetően a szüleim könyvespolca alapján választottam annak idején. Az én szüleim nem voltak értelmiségiek. Édesapámnak volt egy érettségije, és az ő nemzedékében, vagy az ő családjában ez egy felső fok volt, hogy oda eljutott. Tehát én egy első generációs értelmiségi vagyok, bár ennek nincsen semmi személyiség meghatározó vonása szerintem. És az ő polcaikon mégis megtaláltam ennek a korszaknak, mondjuk az 50-es, 60-as, 70-es, 80-as éveknek az alapszerzőit. Ebben természetesen volt Berkesi és Moldova, de volt Galsai Pongrász és Abodi Béla, és volt Turzó Gábor, és volt Illés Endre is. És ezek olyan szerzők, akiket most felsoroltam, mondjuk Moldova kivételével, akiket ma egyáltalán nem emlegetünk. Dacára annak, és hogy ez számomra nagyon hamar, már a fiatal koromban nyilvánvalóvá vált, hogy itt vannak kifejezett értékek. És vannak olyanok, amelyeket mondjuk így vitázó módon, de föl lehet mutatni, mint valamiféle hasznos örökséget. A magyar irodalom korpuszának azt a részét, amit nem veszünk kézbe minden nap, és nem mutatunk föl szentséggyanánt, de mégis ott van és fontos. És ezért, amikor én magam válogattam, akkor olyanokat akartam előhozni, akik beleillenek ebbe az bennem élő magyar irodalomképbe. És ezért van az, hogy például sokkal több a humorista ebben a kötetben, mint az általános magyar irodalomképzetben, ha egyáltalán beszélhetünk általános képzetről a magyar irodalomról, általános képzetről a magyar irodalom vonatkozásában. Nekem azért volt fontos, egyrészt mert a kabari és a kroki, a humoreszk műfaja az én szívemnek nagyon kedves. Másrészt meg nagyon, mondjuk így vakbélműtétesen komoly, vagy gyomorfekélyesen komoly a magyar irodalom. És ez még akkor is így van, hogyha adott esetben magukban a szövegekben, vagy adott esetben egy-egy írónak az önreflexiójában megjelenik a humor. De általában nagyon komolyan kell magunkat venni ahhoz, hogy a magyar irodalomban is komolyan legyünk véve. De hát pont ez az ellenpélda, hogy miközben a humornak, a humoros irodalomnak óriási hagyománya van, az irodalmi kánonban, ami mégiscsak létezik a fejünkben, valamiféle kánon, mert az ugye nem csak szövegeknek, meg szerzőknek az összessége, hanem valamiféle olvasási modalitásnak is. Ott valóban hiányzik. Tehát tulajdonképpen te azt állítod ezzel a könyvvel, hogy a humoros írás, a humoreszk, a kroki, az része az irodalomnak. Hát a legmagasabb fokán okvetlenül, hogy egyébként valójában a novella is csak a legmagasabb fokán az. Hát igen, bár szerintem vagy a prózának a legmagasabb foka tulajdonképpen a novella, de ebbe se tudunk most belemenni. Viszont ami engem nagyon érdekel, az, hogy mennyiben fontos az életmű mellett az életrajz. Mert amiket olvasunk, ezeket a kis életrajzi esszéket, ezek is azt erősítik meg, hogy akkor kezdünk el foglalkozni egy íróval, hogyha elég érdekesnek találjuk őt magát, és minél régebbi ez annál fontosabb. Tehát egy kortársnál nem érdekes, hogy tudjuk-e, hogy ő kicsoda. De különben nem biztos, hogy újra megtaláljuk, lásd Csárt Gézának az életrajzi esetét. Szóval, hogy vannak akik, mint írók, ezek közül, az általad felsorolt szerzők közül íróként legfeljebb érdekesek vagy izgalmasak, de az életrajzuk az annál izgalmasabb. Szóval mennyire fontos az, hogy van egy életrajzi referencialitás, hogy mondjuk egy irodalomtudományos kategória? Nagyon fontos, végtelenül fontos, és itt tulajdonképpen vissza is kötök a korábbi Csát említésedhez is, hogy egy sor írót valójában azért kezdünk el olvasni, mert hirtelen előkerül a naplója, hirtelen valami személyes jellegű belkerül. Én nekem meggyőződésem, nem tudom ezt statisztikákkal igazolni, hogy ma Móricz Zsigmond életművének a legolvasottabb része a naplója. Ez valószínűleg szerintem, így van, mint hogy Heltai Jenőnek is, egyre inkább. Igen, és Heltai Jenő, és valószínűleg még mondható egy pár, és az is nyilvánvaló, hogy mondjuk Király Istvánnak az életművéből az Adi köteténél ma már sokkal többen olvassák a naplóját. Egész egyszerűen, mert szeretünk belenézni más emberek életébe. És azért is fontos az életút, mert hogy tudjuk jól minden ellenkező híreszteléssel szemben, bár ma már ezt ritkábban említik, a szerző nem halott. A szerző nagyon is él, benne van minden művében gyakorlatilag. És ha többet akarunk megtudni egy korról, az író életrajz, mint olyan, az egyik leginformatívabb. Ugye Magyarországon az írók történelmileg így alakult, a közéletnek nagyon fontos szereplői. Ez nagyjából lezárult ez a korszak mostanra, de sokáig így volt. A 20. században még bőven így volt. Ezért ez 200 év nagyjából. Ez 200 év, amikor az író, hát mondjuk ez a vátesz szerep még létezett, és ezt önjelöltek általában kis Fekete Sándorig bezárólag, Fekete Gyuláig bezárólag, ez fontos különbség, Fekete Gyuláig bezárólag ezt még úgy vállalták írók. És ezért minden egyes vonatkozása egy írói életútnak, az valahogy kapcsolódik a magyar történelemhez, adott esetben a világtörténelemhez, ezért van az, hogy sokszor érdekesebbek ezek a kanyarok, és többet elmondanak számunkra, mint mondjuk egyik-másik írói alkotásuk. De, és ez nagyon fontos, hogy miközben ezekben az esszékben sok szó esik az életutakról. Azért az fontos, hogy ezek az emberek azért érdekesek számunkra, mert írtak. Tehát amúgy ők olyan emberek lennének, mint mi, és mi nem vagyunk érdekesek. Az írók ellenben vállalkoztak valami olyasmire, ami mégiscsak az emberi vállalkozások egyik legnagyobbik, hogy írók lettek. És ezért foglalkozunk velük, és ezért tűnik példázatosnak egyik-másik életút, olykor egy penséggel az ócskaságában. Az jutott nekem eszembe, miközben olvastam ezeket az esszéket, hogy valójában az írói életrajz is segít, vagy néha rontja azt, hogy mit tekintünk kánonnak. Mert például, ha valaki elég gazdag volt, akkor ezt hajlamosak vagyunk nem igazi íróként elismerni. Ugye Bánffy Miklósról írsz, Hatvani Lajosról írsz, akiknek a fő tragédiájuk az életmű szempontjából az, hogy eléggé gazdagok voltak. Tehát, hogy egyszerűen van szintén egy 19. századból gyökerező elvárás, hogy az író az legyen szegény, legyen szomorú, és lehetőleg halljon néhen, de ha nem, akkor is hát sanyarogjon sokáig. És hát ezzel ellen küzdött Hatvani Lajos is, akit mecénásként elfogadunk, íróként nem. Bánffyt ma fedezik fel újra, de hát az egész életútja, mint művész arról szólt, hogy ő nem egy úri műkedvelő, hanem jelentős alkotó, képzőművészként is, meg íróként is, de hát ezt a saját korában is nagyon kevesen fogadták el, ezért kellett szegénynek álnéven írnia, amíg álnéven írt. Egyébként, amit mondtál, ahhoz még egy tételt hozzátennék, ahhoz, hogy mi kell az írói komolyan vételhez, hogy nem szabad nagyon sokoldalúnak lenni. A sokoldalúság is gyanús. A sokoldalúság is olyasmi, ami a kánonba kerülés ellen hat. Ez utoljára a 19. században engedték meg egyik-másik irodalmárnak, hogy tényleg sokoldalú legyen. A 20. században ez már nem ment. De én bemondanék még egy szempontot, aminek nem lenne szabad bennünket befolyásolni. És ez egy érzékeny téma. A morális szempontot. Így van. Hogy az írók, pláne a 20. század egészen nagy kanyaraiban sokszor erkölcstelenül viselkedtek. Mint ahogy mindenki. Tehát, hogy pont úgy viselkedtek, mint a mérlegképes könyvelők, meg a hentes mesterek. Így van, és ott köztük ilyen is, olyan is. És ezt meg kell értenünk, hogy attól, hogy valaki adott esetben maga az irodalmi területen erkölcstelen, vagy gaztetteket követel, attól még mindig érdemes elolvasnunk. Részben azért, hogy erősítsük ezt a vita helyzetet, részben azért, mert ennek ellenére még mindig az írásban adott esetben képes volt őszinte lenni, és az igazságról. Hát erről szó Szabó Lőrinc életműve, ki hát ennyi szóval nem volt egy remek ember, ami morálisan, de hát ezzel azért elég eszembe tudott nézni. Így van, tehát hogyha az alapján akarunk az irodalommal kapcsolatban kialakítani egy képet, hogy kizárjuk a morál insanitiket, egyrészt nagyon kevesen maradnak körülöttünk, már a jelenkorban is, de a múltban aztán végképp, vagy halad az erkölcs, tehát sokkal több az erkölcsös ember, mint régen volt. De másrészt meg magunkat szegényítjük ezzel, hiszen elveszítünk szempontokat és szempontrendszereket, ami szerintem páratlanul fontos lenne, hogy a valóságról többet megtudjunk. Mindig vitatkoznunk kell a legkülönbözőbb emberekkel. Valahogy olyan az irodalom is, és az olvasással kapcsolatos kötelmünk is, mint a Facebook folyam. Tehát aki csak a saját buborékjában olvassa mások véleményét, az nagyon hamar beszűkül. Ha mi is csak azt olvassuk, ami számunkra jó ízű, és akiről azt tudjuk, hogy ő egy derékember volt, és a mi politikai irányvonalunkat követte, dacára annak, hogy 100 évvel korábban élt, tehát egy egészen más közegben, de valamiért mégis azt gondoljuk, hogy ez azonos vonal, akkor vagy például... Hát ugye ez történt Nyírő Józseffel, amikor újra felfedezték, amikor újra eltemették, vagy ki tudja, mit csináltak vele, hogy a olvasóközönség egyik fele azt mondta, hogy ez egy nyilas volt, következésképpen rossz író, a másik fele azt mondta, hogy ez egy jó író, ezért megbocsáthatjuk neki, hogy egy kicsit nyilas volt. És miközben egyáltalán nem volt rossz író, és teljesen nyilas volt, érthetetlen. Igen, és azt meg nagyon fontos tudnunk, és ezért fontos leszögezni, hogy az olvasás intim tevékenység, hogy azzal meg kell békülnünk, hogy akik velünk párhuzamosan olvasnak adott szerzőket, lehetnek teljesen más véleményen, mint mi. Már arról az íróról. Tehát bennünket nem kell, hogy zavarjon az, hogy én olvasom Nyírőt, miközben azt a jobboldaliak olvassák. Vagy hogy én olvasom Tabi Lászlót, miközben azt csak obskurus bornírt figurák olvassák rajtam kívül. Ennek nem szabad, hogy befolyása legyen rajtunk, mert hogy ez teljesen a szabad választás, és az, hogy mi milyenek vagyunk, mint olvasók, az a mi személyes könyvtárösszállításunkon múlik. Abban nagyon kevés szerepe van annak, hogy mások hogy tekintenek abból 1, 2, 3 vagy 10 szerzőre. Nekem mindenkitől olvastam valamit, akikről írsz, olyan is volt, akik miattad vettem a kezembe, és egy nagy kivételt látok, akit, hogy mondjam, ahol nem fedeztem föl jelentős értékeket, meg picit, ez a Kovai Lőrinc. Az összes többinél azt lehet mondani, hogy valóban olvasásra érdemes leporolni, tehát Kovai Lőrincet maximum, mint ilyen korjelenséget tudtam értelmezni. Tehát, hogy tulajdonképpen mondhatom, hogy egy kivétel? Én bevallom őszintén, mellé rakom félig, legalább 70%-ban, tehát emelek a téten, hogy az arányon Pekár Gyulát is. Én elolvastam most, olvastam egy csomó Dodó főhadnagyot, és kifejezetten szórakoztató olvasmány. A Dodó főhadnagyokban van jó, csak máshová, tehát rosszul volt beárazva. Tehát azt ott ő megpróbálta úgy eladni, mint hogyha a századvégnek egy nagy irodalmi hozzáadott értéke lenne, úgy teljesen értékelhetetlen. De vissza Kovai Lőrincre, ugye Kovai Lőrincet valóban senki számára nem ajánlanám, hogy mindenképpen olvass el, ha van egy kis szabad ideje. De hogyha valakit az érdekel, hogy hol volt mondjuk a Kádár korszakban az irodalmi megjelenésnek az alja. Hol volt az a lehetőség, hogy a történelemről, az erotikáról mit lehetett elmondani úgy, hogy azt senki, még a saját kiadói lektora se olvasta el, akkor vegye kézbe Kovai Lőrincet, és van egy képünk róla. Ugye az 50-es, 60-as, 70-es, 80-as évek könyv megjelenéseinek ugye hatalmas a spektruma, nem mindent látunk át belőle. De hogy egy kicsit keresünk, akkor rátalálunk egy olyan alsó szürke zónára, ez a Kossuth, nem a Kossuth, a Zrínyi kiadó, egy sor kiadónál, a Kossuthot visszavonom, Zrínyi kiadónál, meg egy pár más kiadónál felfedezhetők olyan írók, akiknek nyilvánvalóan az életműve, a tevékenysége nem ütötte meg az irodalmat. Rengeteg jó krimiíró volt akkorban. Igen, a krimiírók kimaradtak ebből a kötetből, de az nagyon érdekes lenne, és ha egyszer lehetne, megírnám akár Matyasovszkit, akár Berkesit, tehát Mák Bertalant. Itt vannak olyan nevek, akik mindenképpen megérdemelnék, hogy kicsit foglalkozunk. Annál inkább, mert a korszak legolvasottabb írói valószínűleg ők voltak. Így van, hát és hát tényleg maga a berkesi jelenség, ami egyébként ugyancsak egy mondjuk minőségi szempontból egy irodalom alatti jelenség, feltétlenül megérni a nagyobb foglalkozást, vagy a szélesebb foglalkozást. De az igazság, hogy amikor ezt a 33 nevet összeállítottam, bennem az volt, hogy megpróbáljak olyanokat kiválasztani, akik mögött legalább számomra föltűnik 2, 3, 4 másik név. Tehát, hogyha arra gondolunk, hogy ebben a kötetben szerepel Veres Péter, természetesen megjelenik mögötte, mint egy árnyékként, hogy meg kéne írni Szabó Pált, meg kéne írni Darvas Józsefet, meg kéne írni akár Szabó Zoltánt. Vagy hogy mit tudom, a Darvas Szilárd mögött megjelenik természetesen Gádor Béla, akit ugyancsak meg kéne írni. Vagy Kellér Andor mögött megjelenik. Ez a következő könyvednek a tartalomjegyzéke? Kellér Andor mögött megjelenik az Esti Hírlapnak az 1903-as nemzedéke, Bodó Béla, vagy Kis Jó Sándor. Tehát, hogy egy sor olyan név van, aki részben talán a legtöbb hallgató számára félig meddig ismeretlen, de hogy kell az élet útjával, vagy az élet művével megérné foglalkozni, mert találnánk ott nagyon érdekes, részben korjellemző, részben pedig nettó irodalmi értéknek tekinthető munkákat. Azt mondtad egy interjúban, hogy volt idő, nem is olyan régen, amikor egy-egy író nem csak a munkássága, hanem a saját személyisége okán is fontos és érdekes lehetett. Századunkban ilyesmit már nem állíthatunk a magyar írókról, ez biztos? nagyon tartózkodóan nyilatkozom a kortárs magyar irodalomról, és valójában nekem nincs akkora rálátásom a kortárs irodalomra, mint a holtírókra. Ugye nekem a jó író holt. De viccen kívül azt gondolom, hogy az író, mint színes egyéniség, az író, mint egy világ csodája, az ma már megszűnt. Tehát, hogyha természetesen vannak nagyon jól közszereplő íróink. Vannak olyanok, akiket bármikor ki lehet ültetni a pódiumra. Olyanok, akik mindig okosat mondanak. Ezek nagy dolgok. De az a fajta, mondjuk így megcsodálható, körülsétálható, mondjuk így ilyen csodalény, az ma már nem az író. Megpróbálhatnánk besorolni, hogy ki az a csodalény, akit ma körbesétálnak az emberek, de azt gondolom, hogy már nem az irodalom felől érkeznek. Nem az történik, hogy a holt szerző műveit egy kicsit máshogy olvassuk, már egészen viccesen onnantól, hogy amikor már meghalt, akkor nem a kritika, hanem az irodalom történet olvassa. Tehát, hogy egyszerűen beléjük vetítünk olyan dolgokat, amiket a saját korukban esetleg nem érzékeltek. Ebben akár lehet is igazság, de mindenképpen csak féligazság az, hogy az írónak az észlelése mondjuk egészen az 1980-as évekig más volt, hát annak vannak egészen egyszerű bizonyítékai, például politikai bizonyítékai. Hát elképzelhető az, hogy ma bárki egy hatalmi pozícióban azzal foglalkozzon, hogy megengedhetem azt, hogy X író ezt leírja. Nem. A 80-as években, hát tudjuk jól, politikai bizottsági üléseknek a 9/10-ét tette ki adott esetben az, hogy mit írt Csurka István, vagy hogy most hogyan kezeljük... Kolozsvári Grand Pierre Emirről beszélgettek a KB-n. Vagy hogy hogyan kezeljük az írószövetséget. Kit érdekel ma az írószövetség? Nyilvánvalóan egy létező szerv, sőt most már több írószövetség is van, de senki számára nem perdöntő az, hogy az írószövetség egy adott kérdésben mit mond. A 80-as években pedig az volt, és ez egy egészen más állapot volt. Ez kétségtelen, de hogy ez még mindig nem a műveikről szólt, akkor sem, hanem róluk, mint a közéletben fontos szerepet betöltő emberekről, és másodszorban a műveik. Hogyne, de maga a csodalény, vagy ezek a bestiáriumnak a masztodonjai, meg egyéb élőlényei, az a funkciója megszűnt ma, vagy az a helyzete megszűnt ma szerintem az irodalomnak. Ma senkire nem tudunk úgy tekinteni, mint hogy ilyen ember még van. Ezt ma már nem mondjuk. Ha már politika és irodalom, szerinted mondjuk hatalmi szóval újra lehet építeni egy porladó életművet, újra fel lehet fedeztetni írókat? Tehát most lásd mondjuk Herceg Ferenc, akit beemeltek most a középiskolai kánonba. Most szigorúan csak Herceg Ferencre válaszolok, mert általánosságban nincs igazi. Csak azt tudnám mondani, hogy szerintem nincs erre igazán esély, hogy hatalmi szóval átértékeljünk írókat, és azt valóban a közönség is körülbelül tudomásul vegye. De Herceg Ferenc esetében azt látom, hogy még mindig nem olvassuk. Sokkal érdekesebb lenne Herceg Ferencet olvasni, mint kánonba helyezni, kötelező olvasmányát tenni, elnevezni róla dolgokat. Herceg Ferenc nagyon érdekes dolgokat írt. Sok szórakoztatót írt. Herceg Ferenc legjobb pillanataiban egy majdnem nagy író, kevésbé jó pillanataiban egy kifejezetten közepes író. De ilyenekre szükség van. Az, hogy ő egy korszakban írófejedelem volt, az olyan mértékben megnyomorította az ő utóéletét, meg egyébként a saját korát is, hiszen abban a pillanatban, hogy hivatalosan írófejedelemmé kenték föl, azzal a valódi írói közeg kivetette őt magából. De ennél sokkal fontosabb, hogy ezek a vélemények már mind nem érdekesek. Ha elkezdjük olvasni akár a Bizánc című darab, ami egy remek darab, és szerintem dacára annak, hogy az Új Színház rácáfolt erre, mindig egy jól előadható darab lenne. És vannak regényei, és vannak egészen szórakoztató gentry novellái. Olyanok, amik majdnem olyanok, mint hogyha Mikszáth írta volna, csak hát érződik, hogy nem Mikszáth írta, de ezek feltétlenül olvasandók, és ráadásul, ha már az imént mondtam, hogy minden szerző mögött föltűnik 2, 3, 4 másik író, hát Herceg Ferenc mögött föltűnik Szomoházi, egy sor más író, akit érdemes lenne levenni a polcról, már csak azért, hogy tudjuk, hogy milyen volt az a közeg, amely ellen Adiék mentek. De egyébként el kell mondanom, hogy ebből a hagyományból, tulajdonképpen ebből a hagyományból nőtt ki az egyik legnagyobb titkos nagy magyar író, akiről ebben a kötetben nem sok szó esik, vagy legfeljebb csak 1-2 említés, Hunyadi Sándor. Ugye a magyar irodalomnak van a jóízű elbeszélés, ez egy nagy tradíciója volt. Én szerintem a legnagyobbak egyike, Így van. Ugye, aki tudott a magyar irodalomban jó ízű lenni, annak mindig jó esélye volt mondjuk a 20. század második felét, már utolsó harmadáig. Onnantól kezdve egy kicsit gyanús lett a jó ízűség. És ebben a jó ízű hagyományban Hunyadi Sándor a maga saját ízeivel tulajdonképpen tényleg a legnagyobbak egyike volt. Nekem egyébként a Heltai Jenő is egy ilyen majdnem a legnagyobbak közé tartozó író. Pont ez a kérdés, hogy hogyan, mit lehet tenni, hogy ezeket a hatalmas értékeket újra felfedezzük, mert azt mondtad, hogy le kell venni a polcról, de hát az nem olyan egyszerű. Hol van az a polc? Tehát hova nyúljunk, és van-e valami tanácsod annak, aki föl akar fedezni ilyen rejtett értékeket, hogy mit tegyen? Hát én azt a tanácsot tudom adni. Egyrészt, hogy mondom, a városban szanaszét szórva vannak ilyen könyvszekerek, amikről bárki levehet olyan szerzőket, akiket érdemes felfedezni. A másrészt, hogyha ismeri valaki a saját ízlését a magyar irodalomon belül, akkor kezdje el az ízlése melletti szerzőket keresni, és aztán pedig nagyon sürgősen kezdje el az ízlésével teljességgel szemben álló szerzőket is keresni, mert csak azért is, mert kicsit többet fog megtudni a saját kedves szerzőiről, hogyha elkezdi olvasni az általa véletőleg utált szerzőket is. Tehát, hogyha valaki nagyon szereti a magyar irodalomnak ezt az urbánus hagyományát, akkor olvasson el egy pár Szabó Pált, olvasson el egy pár Veres Pétert. Részben azért, hogy árnyalja a saját képét, részben azért, hogy nagyobb szenvedéllyel szeretesse az urbánus szerzőket, részben azért, hogy rácsodálkozzon, hogy volt egy olyan érdekes jelenség a magyar irodalomban, mint Veres Péter, ami ugyancsak ő a legjobb bizonyíték arra, hogy mi az, ami ma már elképzelhetetlen. Hogy van egy író, aki tényleg a semmiből jön, fölküzdi magát önerejéből egy olyan pozícióba, ahol gyakorlatilag politikai tényezővé válik, és egy ország Péter bácsia lesz, és elkezdi az összes számára fontos vagy érdekes témáról osztani az igét, az észt. És majdnem mindenről mond valami részben csacsiságot, részben valami eredetit. Tehát, ugye, hogyha valaki elolvassa Veres Péternek az olvasónaplóit, ugye ezeket sajnos megjelentették, ez nem biztos, hogy meg kellett volna, de ugye annak idején azonos időben ezt mindig megjelentették, ha jól emlékszem, az Élet és Irodalomban. A legkülönfélébb világirodalmi szerzőkről tud mondani valami olyat, ami senki másnak nem jutna eszébe. Hogy a Homérosz vajon értette a mezei munkát? Vagy hogy a nagy francia realisták mennyire tudták elképzelni a parasztot? Ezek olyasmik, amik mondjuk ugye egy profi olvasónak sosem jutna eszébe. De viszont rendkívül sok, a szamárságok mellett rendkívül sok eredeti közelítést köszönhetünk neki, úgy, hogy egyébként persze meg lehet a véleményünk Veres Péterről, mint prózairól, vagy pláne, mint regényíróról. Tehát az önéletrajzi regénye szerintem kifejezetten olvasmányos és jó, és ezt mindenkinek ajánlom. Tervezel következőt? Hát ha rajtam áll, akkor természetesen nagyon szívesen írnék egy újabbat, de hát ez nagyrészt az eladási mutatóknak lesz a függvénye. Az biztos, hogy időről időre, ha nem könyvben, de máshol fogok még, mert egy sor olyan író van, akit egyrészt azóta figyelmembe ajánlottak, hogy róla miért nem írtam, másrészt meg nekem is van egy saját adósságlistám. Föl is soroltál most pár nevet, én is ki tudnám egészít, mondjuk Ignác Rózsával, vagy... Hogyne, hát például Földes Jónát már majdnem elkezdtem írni, és majd nem úgy volt, hogy benne lesz ebben a kötetben, amikor rájöttem, hogy az életművének bizonyos vonatkozásai nem elérhetőek számomra, de ilyen, hogy Körmendi Ferencnek, ugye ő az Zilaki Lajos mögött látható szerző, felelhető szerző, neki az életművét például innen-onnan kéne beszerezni, vagy Surányi Miklósnak. Olyan szerzők, akiket teljesen kihullottak, hihetetlen népszerűek voltak a maguk korában, sőt, sztárok voltak a maguk korában, és akiknek az életútja ugyancsak alkalmas lenne arra, hogy elmondjunk például adott esetben az emigrációs létről valamit, bár a Határ Győző esetében arról próbáltam szólni. Szóval mindenkit arra bíztatok, hogy akár kevcsinálónak is olvassa ezt a könyvet, és ha valakinek megtetszik az életútja, vagy az, amit ez a könyv ígér a műveiről, az vegye kézbe a műveket is, és az előadásmód miatt is érdemes olvasni, mert nagyon szórakoztatóan írsz. Szobotka Tiborról szólva azt írod, hogy angol szövetet kínált a típusruhák meg a nylon korában, szóval László Ferenc meg az egyformára szaggatott farmernadrágok korában kínál békebeli angol szövetet, úgyhogy mindenkinek ajánlom ezt a könyvet nyári olvasmányként, meg őszi, meg téli olvasmányként is. Köszönöm, hogy itt voltál. Nagyon köszönöm, hogy beszélgetettünk.